A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda 6. alkalommal szervezte meg hagyományos Alzheimer sétáját városunkban. A séta résztvevői között idén is jelen voltak idősek és fiatalok is, a vidám zöld szélforgókkal tarkított menettel, a demenciával élők drasztikus növekvő számára hívták fel a figyelmet. Idén is megtartották a Széchenyi városban a gyermek és baba köszöntő délután. Lackó Zsámboki Angéla, a Széchenyi Városért Egyesület elnöke, és Hadházi Róbert, a Szent Család plébánia plébánosa köszöntötték a gyerekeket és a szüleiket. Megtartott ünnepélyes tanévnyitóját a Gál Ferenc Egyetem a Kecskeméti SC Gróf Károly Sándor Technikum épületében. A mai napon kezdetét vette az első kurzus. Idén is megtartották a Kressz Szafarit a Kecskeméti Vadaskerben. A vidám bűn megelőzési vetélkedőn több mint 204-es gyerek vetélkedett és tanult. Díszelőadás keretében ma este kerül nyilvánosság elé az Ég tartja a földet új magyar musical a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház nagyszínpadán. Az előadást Cseke Péter rendezte.